Együtt, jó? Bennetek a Grand Show kollektívában is, hát kifejezetten benned ez a történet már nagyon mozgott, és azért nagyon sokat is tettetek. Hát igen, ez 2,5 hálasa, 3 éves munka, vagy ilyen gondolatnak, vagy álomnak az eredménye ez. És hát azzal kezdett, igen, hogy egyáltalán, hogy megszólaltatni Gyurinak a műveit, azokat a műveit, amit egy ilyen formációval úgy meg tudunk csinálni. Szóval akkor a következő lépés, hogy ezt valami kiadót kell keresni, ezt meg kell csinálni, mert most működik, megvan a zene, ezt el kell juttatni, hogy a fiatalok meg tudják venni, nem lehet venni sehol ilyen szabados zenéket. És akkor utána volt az a kis közös ebédünk itt fönt Jutka asszonynál, és akkor jött ez a gondolat, hogy valahogy csináljunk egy közösséget, egy együttlétet, amit mi magunk megcsinálunk, egyszerűségében, meg minden, de hogy ez legyen a terítéken, ez a komplexitás, ez a Gyurinak ez az átfogó, tehát ez a ilyen polihisztori, hát nem olyan polihisztorok, de hogy ne csak ilyen zenetábor legyen, és így, mert hát itt van. Nagyon régóta ott bennünk volt ez, illetve ha nem is láttuk a formáját, meg a módját, hogy ez hogy történhet meg, de mindjárt, hát én már biztos gyerekkorom óta vágytam arra, hogy legyen egy közösség, ahol gondolkodni, fejlődni, beszélgetni lehet a művészetekről, meg az életről, meg egyebekről. Most ez valahogy így benne bekerült a levegőbe ennek ez a fajta zene is. Tehát egyre többen érdeklődnek utána. Tehát Sándor mindig az utolsó hang kerül előre egyre, mert ugye a 4 után az 5. hang is az a fordulatalan, és az 5. után is. Ez más országokban sokkal hamarabb az történt. A Hollandiában például az ilyen szabad zenei koncertek az tele van akadémistákkal, meg gyakorló szimfonikus zenekari zenészekkel. A 80-as években, amikor én tulajdonképpen belekerültem ebbe a fajta, tehát a közepén, amikor a Gyurival végül is találkoztunk, de előtte is mi a jazz tanszakra együtt jártunk a Binder Karcsival, a Dresmisivel, meg a Baló Pistával, és mi tehát valahogy így összekerültünk. Ott már kiderült, hogy mi valahogy nem a, tehát hogy a jazznek a határait, azt mi valahogy feszegetni akarjuk, tehát ott nagyon fészkelődtünk ott. És akkor, mikor a Gyurival találkoztunk, akkor meg szárnyakat kapott ez a dolog. Mert ott addig csak az volt, hogy valahogy a kereteket feszegettük, de a Gyurinál ott kiderült, hogy a teljes a szabadság. És én igazából azt hiszem, hogy a világéletemben mindenfajta zené, amivel megpróbálkoztam, az erre való vágyból fakadt. Kicsit elvégzés ezt el is, csak majd figyelj.
Toljátok? Toljátok kettőt? Különböző zenei játékokat, zenei elképzeléseket próbáltunk meg megszólaltatni, kipróbálni hangzásokat, és erről beszélgettünk, meg egy kicsit, hogy felszabadultan, gátlások nélkül tudjuk használni azt a egyszerű, kevés dolgot is, ami a birtokunkban van. Tehát tulajdonképpen ez a gerinc ennek az együttlétnek, amiben nagy örömömre nem csak egy ilyen zenei csapás van, hogy végig zene, hanem irodalom, filmek, beszélgetések, előadások. Szóval nagyon sok minden dolog belefért, és ahogy tapasztaltam, ez nagyon jól működött. Szóval nagyon szerették a jelenlévők, én is nagyon szerettem, ezt színessé tette, és engedte a gondolatokat, meg a elmélkedést szárnyalni. El kell menni, hogy tudd, miért is jössz vissza, ha visszajössz. A nem lét súlyosabb a jelennél. Amikor ideje lesz, akkor ezek előjönnek, és tudják majd használni, vagy átsegíti őket egy olyan részen, ahol esetleg megakadnak zenében, vagy kifejezésben elakadnak, vagy tele lesznek kérdésekkel, mert kérdések mindig vannak. Hova mész, te emberke? Mint aki hontalan, úgy rohansz, mert nincs, és mert nem is volt soha. Heg seb nélkül, s halál fegyver nélkül. Két éj közé szorítva pusztult az első, s az unalomtól pusztulni fog az utolsó ember. Szinte az első pillanattól kezdve a remény rögtön megvolt, hogy ez jól fog működni. Ezt a gyerekekből éreztétek? Igen, szóval, hogy hihetetlen nyitottak voltak, tehát semmiféle konvencióra való vágyakozás nem volt bennük, úgy láttam. Nem csak szavak vannak, meg kijelentések, amiket le kell jegyzetelni, és azokat tanulni kell, hanem élni, tehát inkább megélni ezeket a dolgokat, és ezért is rögtön hívtuk őket, mondtuk be, és nagyon jól is sikerült. Szóval rögtön az elején volt egy felszabadulás, és ők is érezték, azt gondolom, azt várták, ami általában szokott lenni egy ilyen zenei táborban, de nem azt kapták, hanem látták, hogy itt tényleg együtt muzsikálunk meg. Figyeljetek, amikor kettőnél több ember zenél, akkor ezt nem lehet csinálni így. Nem lehet így játszani. Nem lehet így játszani, meg így játszani. Figyelni kell. Figyelni, mert bármi történt, hogy bármilyen jöhet valami információ, és arra várok itt két percre, hogy egyet tudjak inteni, hogy együtt hagyjuk abba. Én úgy jöttem ide ebbe a táborba, hogy már egy ideje követtem ezeknek a zenészeknek a munkásságát, és nagyon nagyra tartottam, és csodáltam, és kíváncsi voltam, hogy milyen gondolatmenetből születik ilyen zene, meg akartam őket ismerni, és valahogy része akartam ennek lenni, és ez sikerült is, mert nagyon ki tudtak bontakozni, és együtt kibontakoztunk, és egy csomó mindent tanultam, amire pont most szükségem volt a zenei fejlődésemben. Figyeljetek, ez egy népdalt csinálnánk meg, ahogy a öcsi mondta, hogy egy népdalra építünk rá egy számot. Te már ezt ismered, az Ilka is ismeri, csináltuk. Tőlem a nap úgy telik el, a főn alig halad el. Nem bíradok örömömre, nem sötétülök kedvemre.
Szóval egy ilyen finom kis hangulatot varázsoljatok ide. Nábas hangulat, holdfény, békák. Kezdődik. Jó, csend, csend, és akkor kezdjük el. Motiváció, ami engem idehozott, az két varázslatos személyiség, Grencsó Pisti és Benkő Robi, akikkel régóta barátságban vagyok, és ez egy kitűnő alkalom, hogy újra muzsikálhassak velük, anélkül, hogy ki kellene magamhoz őket csábítani. A másik fő motívum volt a Szabados György életműve iránti mélységes tisztelet és vonzalom. Nekem olyan szerencsém volt az életben, hogy én már gimnazista koromban hallhattam őt a szabad zenéjével. Az is ide vonzott, hogy én magam is szabad zenével foglalkozom régóta, többek között azokkal a zenészekkel is, akik itt vannak. És én igazából már nem tanulni jöttem, mert már abban a korban vagyok, mikor nem nagyon érdemes velem így foglalkozni, mert inkább felejtek, hanem a muzsikálás kedvéért. Népzenészként is, meg ilyen improvizatív zenéfele kereső emberként is szükségem van ezekre a töltekezésekre, amik történhetnek körülöttem. És hát Szabados György alakja nálam egy ilyen ikonikus alak volt. A 80-as évek óta hallgatgattuk Sepsi Szent Györgyön a jazzklubokba a műveit, az akkor megjelent lemezeit. Így azon ritka esetek közé tartozok, akik ismerte és tisztelte ezt a munkásságot. Igazából én tanultam zenét iskolában, és ez elméleti szinten persze, meg technikai dolgokat nagyon sokat adott nekem, ami teljesen jó és nagyon hasznos, de kevésbé tudtam talán a valódi értékét a zenének felfedezni, vagy megmutatni ezekkel, mert hát nem lehet. Megkaptam, amiért jöttem, mert kíváncsi voltam, nem értettem, tetszett ez az irányzat, de nagyon sok kérdés volt, most nem is tudnám hirtelen mindet megfogalmazni, de hogy születik ez, mennyire öncélú. Tényleg most itt az arról szól, hogy nagyon nagy tudású emberek a legtöbbet hozzák ki a hangszerűen, vagy nagyon meg akarják magukat valósítani. Éreztem, hogy nem, de azért ezek kérdés szintjén felmerültek, ugyanis a legtöbb laikus, aki mondjuk
nem is nyitott az ilyen irányzatokról, ugye általában ezt hozza fel, ez egy összevisszaság. Másra számítottam, illetve nem tudtam, hogy mire számítsak, de minden gondolatomat el kellett engednem már az elején igazából, mert megmondom őszintén, hogy nem tudtam az elején, hogy ez most micsoda, ez most vagy valami zseniális, vagy valami nagyon furcsaság. Tehát vagy maximum, vagy semmi. És hát igazából az első pár napban ezen a borotva élen táncoltam, hogy ez most micsoda. Elkezdtem megérteni, hogy ez egyszer, ez a szabadság, ez mégis mennyire, mint ahogy a valódi szabadság is, csak úgy lehet, hogy létünk keretei, korlátai között. Tehát, hogy valamilyen szinten ezt korlátozunk, és már pedig ez a korlát, ez a többiek, a pillanat, maga az a zene, ami elindult, és aztán elkezd formálódni. És hát ezek megkívánják, hogy az ember akkor ne a baját, meg ne a problémáit vetítse egy adott hangszerre, vagy a feszültségét. Kiderül, hogy valóban létezik az, hogy na most ennek a hangnak itt a helye. De hát nagyon-nagyon pozitív csalódásom volt, illetve van, mert hogy ez egy olyan koncentrációs gyakorlat, és ezek az emberek, akik tanítják, ezek olyan szinten élik ezt meg, hogy gyakorlatilag ez inspirál leginkább. Tehát nem találkoztam még így zenével soha. Két lencse is. Ő fog szólni. Ez kamera. Ez nagyon jól fog. Ez videó, ez meg kénycsépe. Hogyan lehet átvinni ezt a zenei gondolkodásmódot egy olyan közösségben, ahol teljesen eltérő felkészültségű muzsikusokról beszélünk? Hát úgy tudjuk ezt átvinni, hogy az egyszerűségre törekszünk, tehát egyszerű zenei gyakorlatokat próbálunk velük. A hangsúly az mindenképp a kreativitáson van, ami mindenkiben megvan, és ehhez ezt akármilyen szinten van az ember, a kreativitását azt tudja használni, élni vele, fejleszteni. Tehát emiatt nem okoz gondot az, hogy különböző felkészültségű emberek jelentkeztek. Az első nap tapasztalatai alapján ide nem kell tényleg hangszeres tudás. A zene az alapvetően, akárki akármit mond, az idővel operál. Tehát a zene az nagyon leegyszerűsítve, az tulajdonképpen annyi, hogy van egy kijelölt idő, és akkor abban történnek, vagy nem dolgok egymás után. Most ez az, amit meg lehet csinálni anélkül is, hogy egyáltalán lenne hangszeres tudásunk. Sőt, ezt még nem hangszerekkel is meg lehet csinálni, hanem mondjuk azzal a homokozó lapáttal, meg vödörrel, vagy tapsokkal, hogy az időt beosszuk. De azért van a zenének, meg a zenei kultúrának egy árnyaltabb vonulata, egy kulturáltsága, egy története, egy belső összefüggésrendszere, amit azért nem árt belecsempészni a zeneibe, nem árt ezzel a úgymond mesterséggel tisztában lenni az előadónak.
akkor azt látod, hogy ez a fajta együtt muzsikálás, ez tanítható, tehát milyen módszereitek vannak hát rá? Szerintem ilyen beavatás szinten működhet ez csak. Játszatni kell a gyereket, és meg kell ugyanúgy, ahogy minket is tanított a Gyuri. Tehát, hogy őszintén mindig megmondta, hogy hogyan kezdődjön el, vagy ki kezdjen el játszani, és hogyha valami nem volt jó, tehát amikor valaki nagyon beletenyerelt a zenébe, akkor megállítottam. Szóval ott voltak ilyen egyezményes jelek, mert hát ő dirigálta azért a szabad zenélést. Hát a magyarul azt csináltam, amit most a Pisti csinált, csak hát több jel volt, meg szóval árnyaltabban működött a zene, mert velünk azért már azt lehetett, most ezek még fiatalok hozzá, vagy kezdők ilyen szépen. Mindig igazodjunk, mivel most nincsenek erősítők, meg nem tudjuk egyensúlyba hozni a halkabb hangszereket, mint például a furulya vagy a bőgő, mivel most az ütő hangszerek létszámban is többen vannak, meg eleve akusztikusan is szép telt hangjuk van, ezért mindig igazodjunk a hangszerekhez. Tehát a bőgő eleve mély, eleve hal. Tehát figyeljük, amikor belép, ne üresedjen ki, tehát azt a fajta feszültséget, amit megteremtünk, az halkan is, tehát a feszültség és a játéknak a feszessége és izgalmassága nem attól fog függni, hogy hangosan játszunk, hanem attól függ, hogy mit játszunk és hogyan is. Halkan is lehet nagyon feszült, figyelemvonzó muzsikát csinálni. Nem hoztam témákat, hanem mondjuk én Pistivel pont azt csináltuk, hogy azt gyakoroltuk, hogy még mielőtt bármit elkezdenénk fejleszteni, hogy lesz egyik pillanatról a másikra valami olyan dallam, és annak kvázi egy kísérete, vagy egy ilyen rétegződése, amiből aztán ki lehet indulni. Tehát, hogy hogyan születik meg egy olyan dolog, ami egyszerű, meg kézzelfogható, de potenciálisan jó zenei alapanyag. Egy szabad zenéről volt szó egy héten keresztül, ami hozzám így az utóbbi 5 évben egyre közelebb került. Amire itt a hangsúlyt helyezték az, hogy figyeljünk egymásra. És minél többet voltunk együtt, így ez egyre könnyebben ment, mert lested a másiknak a következő mozzanatát, gondolatát. Mi lesz a következő lépés? Ez a free jazz vonal, ez szerintem a legélőbb zene. Én most ezután, a tábor után arra gondolok. Mert itt folyamatosan egy penge élen való tánc van. És ugye nem egyedül zenélünk, vagy nem egyedül zenélek, hanem nagy zenekarral akár, vagy ha már csak még egy ember van, akkor ott nagyon, nagyon gyors reakciókra van szükség. És hát a vezénylés, ahogy az István úgy irányítgat minket a hatalmas tapasztalatával és a elképesztő jó hallásával, abból is nagyon sokat lehetett tanulni, hogy be kell rakni a zenébe olyan részeket, amik bármennyire is elkalandozunk mindnyájan valamerre, de megvan mindig egy-egy pont, ahol együtt megint találkozunk, és utána megint szétrebbenhetünk valamerre. Mindenkinek a saját elképzelését kell megvalósítania úgy, hogy a többiekkel a szinkronban legyen. És hogy együtt dolgozzunk egy zenei folyamaton, vagy bármi, vagy csak egy beszélgetésben egy olyan dolgot teremtsünk, vagy tartsunk fenn, ami beszélgetés fontos akkor ezek szerint? Ugyanúgy, mint persze a zene is valahol egy kommunikáció. De ne élvezzük azt, amit csinálunk. Tehát nem erőjünk bele abba, amit én magam csinálok, hanem figyeljen mindent, tehát ez egy komplex, ez egy nagy zenekar. Itt mindenki összedolgozunk, tehát ér a zenét, éljük, és igenis jó, meg jól esik a zene, mert ha nem esne jól, nem csinálunk, hogy megállunk vele,
de ne legyen az én kis, magam kis öröme, és ott élvezketek, és akkor ott körülöttem meg valami történik, de én ott nagyon jól érzem magam. Tehát mindenki, mindenkivel együtt vagyunk. Mindenki, mindenkiért. Ez is egyfajta önmegismerés egy zenész számára, hogy nem föltétlenül azt kell keresni, hogy most minél több hangot tudjunk játszani időegység alatt, hanem inkább azt, hogy ezek az élmények, ezek mit jelentenek számunkra, és hogy tudunk ebből tovább lépni, és zenét formálni magunknak. Amikor fenn van az ember és játszik ezekkel a zenészekkel, akkor a zenének egy olyan ajtó nyílnak meg, legalábbis számomra olyanok nyíltak meg, ami eddig még soha. Sokkal kreatívabban ment oda az ember a zongorához, sokkal nagyobb távlatokba gondolkodott, és egyáltalán nem volt meg az a szűk folyosó, ahogy eddig láttam legalábbis én a zenét. És most csak úgy hirtelen kinyílt minden, hogy az ember hogy legyen egyedi, hogy csinálja azt, ami tényleg benne van, és hogy ne próbáljon elindulni egy ilyen sablonos úton, ami biztosabb ugyan, de nem adja meg azt az energiát, nem adja meg azt az érzelmi fűtöttséget, mint például egy ilyen darab, legalábbis számomra. Tulajdonképpen úgy is mondhatnám, hogy egyfajta beszélgetés magasabb szférákkal, vagy egyfajta égi zene, ha úgy veszem, illetve ha jelen vagyok. Ehhez sok bátorság kell, szabadnak lenni a muzsikában? Biztos, hogy sok bátorság kell hozzá, mint szabadosnak a gondolata, hogy oda kell állni a produkció mögé. Tehát, hogyha állít valamit az ember, akkor jó, hogyha ott van mögötte. És ez nem mindig könnyű, de ez is egy része annak, amiért itt vagyunk, mert magamból is kiindulva nekem sem, tehát le kell küzdeni mindenféle gátlásokat, amit a társadalom, iskola, szülők, barátok, tehát beletáplál az emberbe, ezt le kell küzdeni, tehát ez a szabadság része, amiért meg kell dolgozni, és mögé kell állni, tehát vállalni kell azt, amit csinálunk. Ez persze a hibák elkerülhetetlenek, de ezáltal tanul és fejlődik az ember. Az én hangszereim nem kimondottan jazz hangszerek. Amivel viszont együtt született ez a hangszer, a pásztorfúrója, amit én használok, az a magyar népdal. Általában olyan zenei környezetben tud megszólalni, még improvizatív zenébe, jazzbe is, ahol a zenészek, a körülöttünk lévő zenészek elfogadják a magyar népdalt, mint improvizatív jelenséget. És erre építve tudtam beilleszkedni és hangulatokat hozni ebbe a szabad zenébe, ami itt folyik. Én nagyon sokat alapozok a népzenében rejlő szabadságra, és a mai Magyarország jazzzenészei is, ahogy látom, ezt kezdik felfedezni, a népzenében rejlő szabadságot.
itt hála Istennek már eleve a jazzzenészek fogalomtára, a szlengje nagyon szépen ráillik, rásimul a népzenére, és sokkal könnyebben meg tudom értetni, mint zenepedagógus is azokat a jelenségeket, amiket egy tanítványon meg kell értsen, hogyha a jazzzenének a szóhasználatát alkalmazom. Tehát mindenképp ez egy nagy-nagy rokonság, amit kár lenne csak úgy eldobni. A hagyományos jazz számomra olyan, mint amikor elmegyek egy múzeumba, és mondjuk egy 17. századi festmények előtt sétálok, és nem a festményeket nézem, hanem a lányokat, akik a festményeket nézik. A szabad zene maga az izgalom. Az egy teremtési folyamat, ahol azonnali döntéseket kell hozni, és ha azt a döntést meghoztam, akkor onnan vissza út nincs tovább. A hagyományos jazz az kánon. Az azon belül ugyan van olyan, hogy improvizáció, de én a hagyományos jazzben ketrecben érzem magam. Az olyan, mint mikor a madárka a kalickából kicsicsereg. A szabad zene az teljesen más. A szabad zene az belülről jön, az lélekből jön, és a lelkek találkoznak egymással a zenében. Határozni körülbelül exakt módon, hogy egy szabad zenei együttlétben, együttzenélésben mi az, ami jól sikerül, és mi nem? Hogyne. Minden szabad együttzenélésben valahol van egy végtelenül szellemes ötlet, nek valami végtelenül mély töltése is van, ami alatt tulajdonképpen én azt érzem, hogy, vagy azt értem, most elszóltam magam, hogy ő azt teljesen átérzi, vagy totálisan az ő, mit tudom én, öt hangja abban a ritmusban, tehát tulajdonképpen így szellemileg át van itatva az előadóval. Ha ez van, akkor utána pedig erre egy olyan szellemes reakciók egymás utánisága, és egy olyan, amik végtelenül spontának, meglepőek, izgalmasak, aminek eleje is van, és vége is van. Tehát, hogy az egésznek van valami formája is. Nem kell, hogy eleje meg vége legyen, de azért van valami konstrukciója az időben. Ha ez így összeáll, akkor az jó. Ha nem, akkor meg nem. A Máté ugye egy fiatal fiú, de olyan tapasztalata és tudása van, ami szerintem a korát egy-egyben meghazudtolja. Tehát mind egy tanító, mind egy játékos, olyan a hozzáállása az emberekhez és a zenéhez, ami szerintem Magyarországon páratlan. Látni azt, hogy ő hogy tart nekünk workshop órákat, és hogy próbálja gördülékenyebbé tenni az improvizációnkat, és hogy próbál azokból a dolgokból, amiket ott mi egyenként hozzáadunk, hogy próbál abból egy íves dallamot csinálni, és egy dalt csinálni. Elképesztő volt ezt látni. Mátétól azt tanultam, hogy minden, amit kiadunk magunkból, bármilyen hang indokolt legyen. Tehát, hogy ne csak úgy egy hangszint mondjuk magunkból, hanem legyen annak legyen egy állítása. Szilvesztertől azt tanultam, hogy figyelem, hogy jelenlét, hogy úgy legyünk ott, hogy tényleg bármilyen apró
mozdulata egyből reagálni. Grencsótól pedig azt az őszinte zenei jelenlétet, valahogy az a lélekből jövő tiszta hang. A Robitól pedig az a mérhetetlen energia, ami mindig jelen van, és ő is nagyon figyel, de nem ugyanaz, valahogy egy másféle figyelem az a, hogy úgy figyeli azt, hogy te mit érzel. Tickmeyertől a formát, főleg azt, hogy formában átlátni a zenét, hogy így nagyobb ívekben felépíteni. Hogyha improvizálok, egyszerűen nem vagyok szerencsére senki se, még így nem építettek belénk ilyen csipeket, szóval azt nem tudjuk végig kísérni ezeket a dolgokat, de hogyha ilyen atonális gondolkodásmód szerint van kedvünk zenélni, azért mondjuk rá erre ügyelhetünk, hogy mit tudom én. Ez körülbelül az, nem tudtam végig kísérni, de ez már megadja tulajdonképpen ezt a fajta gondolkodásmód. Szóval a dolog segíthet. A Tickmeyer, hát ő maga a zene. Tehát látni azt, hogy egy ember ennyi mindent ki tud egy zongorából hozni, ugye, hogy a Grencsó István mondja, hogy ennyi színt tud megjelentetni egy dal alatt, egy zongorán. Ez egy óriási inspiráció, hogy az ember tényleg merje használni a zongorát, a különböző részeit, különböző ritmikai dolgokat, mikor hozzon tempót, mikor ne hozzon, mikor legyen kicsit visszafogottabb, mikor őrüljön meg teljesen, hogy találja meg ezeket az egyensúlyokat, miközben játszik. Fergeteges volt így élőbe pedig, hát ez azt gondolom, hogy az életem legnagyobb élménye az, hogy az egyik legnagyobb, hogy őt láthattam játszani. Ami érdekes lehet a számotokra, attól függetlenül, hogy zenét írtok-e, mert ezt tegnap mondtuk, hogy fönáll az a lehetőség, hogy egyes témákat lekottáztok, mérni, Szabadosnál is voltak, sőt, még nagyon jó is. Viszont vannak technikák, amelyeket tulajdonképpen ezek a zeneszerzők használtak, és amelyek használhatók a mai napig. Mondjuk rá, hogy van egy ilyen, hogy D, E, F, ez csak három hang. És mondjuk rá, hogy van egy ilyen figuráció, hogy ismételjük ezt a három hangot. Oké. Mondjuk rá, hogyha tiszta, minimalista zenéről van szó, az ott ezt nagyon használták. De hogyha mondjuk rá arról van szó, hogy van egy téma, nem tudom, Pisti játszik egy témát, és én mondjuk rá fél óráig ezt csinálom, azért ez így kezd egy kicsit uncsi menni. De hogyha azt mondom, hogy a D az 1, az E és az E az 2, és az F az 3, akkor szépen leírom azt a három hangot, ez nem sok, és azt mondom, hogy 1, 2, 3. Most nem tudom, mennyire emlékeztek a matékból, van ilyen, hogy permutáció. Itt miről van szó, hogy 1, 2, 3, a következő az 1, 3, 2, utána jön 2, 1, 3, 2, 3, 1, és stb. 3. Úgyhogy akkor nem lesz többé ez, hanem lesz, hogy azért sokkal érdekesebb, nem? Az öcsivel nekem nagyon régi a kapcsolatom, még a 80-as évek közepétől. Ismerjük egymást, és sokat dolgoztunk, meg jelenleg is dolgozunk együtt. A Tickmeyer öcsi nagyon szorosan és élően kapcsolódik a szabadosi életműhöz. És itt az esti koncertjén is azért bizony lehetett hallani nagyon erős szabados utalásokat, ami tudatos volt, tehát szerintem ő direkt ezen az estén egy kicsit így ezt hangsúlyozta is. És mindenképp, hát ő egy nagyon elismert zeneszerző. Itthon nem nagyon tudnak erről a dologról, mert a zenei szaklapok azok a ismerősökről írnak, és nem nagyon lehet tudni igazán, hogy ő milyen komoly dolgokat, meg milyen zeneműveit játsszák, nagyon komoly művészek kint nyugaton. Zeneit tanít Orléansban, illetve Párizsban, és mindenképp gondoltam arra, hogy nagyon szeretném, ha itt lenne, hogy egyrészt ez a zeneszerzés és ezek a zenei dolgoknak a alapjait egy nagyon egyszerűen így, hogy a gyerekek találkozzanak ezzel a dologgal, meg hát a szabadoshoz való viszonya és közelsége, illetve a rokonsága miatt.
neked Szabados Györgyben mi volt az inspiráló? Te is zeneszerző vagy. Az inspiráló? Hát majdnem minden, de leginkább az volt az inspiráló, hogy tulajdonképpen egészen másképpen nyúlt a zongorához. Engem ezek az osszinátus tulajdonképpen elemek vonzottak nagyon. Annál is inkább, mert Újvidéken abban az időben, amikor ezekkel a dolgokkal próbálkoztam már, mint a szabad zenéléssel, szóval egyszerűen nem voltak ez a zenész társaim, később lettek, és különösen nem volt basszus. Szóval valahol tulajdonképpen nekem kellett valahol elővarázsolni és valahol megteremteni ezeket a basszus figurákat. És de jó magam is nagybőgöztem 6-7 éven keresztül, úgyhogy valahol hozzám tulajdonképpen mindig közel állt ez az úgymond lineáris gondolkodás a zongorán, ami nem egy tipikus vállalkozás. Na meg természetesen a zeneiség is, meg az egész hangzás, hozzáállás, különösen Gyuri bácsiknak az etikája, ami szerintem egy nagyon-nagyon fontos dolog. Az még talán fontosabb minden technikától, meg esztétikától, úgyhogy az egész így en bloc, ahogy mondják a franciák, ez tényleg egy nagyon nagy hatással volt rám. Szabados György etikája miben foglalható össze? Arról sokat lehetne írni tulajdonképpen. De arról van szó, legalábbis az alapokat, hogyha így visszagondolom, hogy tulajdonképpen mindig ezt mondta és ezt hangsúlyozta, hogy mindenki tulajdonképpen a sorsát játssza a színpadon, ez egy nagy igazság, ez biztos. A másik dolog, ami tulajdonképpen egy ilyen, mondhatnánk azt is, hogy közhely, de szerintem egyáltalán nem közhely, hogy tulajdonképpen minden kiállás, szóval a szereplés a színpadon, az tulajdonképpen nem csak csupán zene és nem csupán koncert, hanem tulajdonképpen mögötte van egy mélyebb gondolkodásmód is. Valahogy ilyen mély erkölcsről van itt tulajdonképpen szó, ami nem tűr semmilyen hazugságokat. Zenével is lehet hazudni? Oho! Nagyon sokat. Az biztos. Ja, egész biztos vagyok benne. Ja. Beingázom a helyet. Amikor készültünk erre a táborra, akkor arról beszéltünk, hogy itt Nagymaros az biztos, hogy a hely szelleme, az ennek itt kell lennie. Hogy érzed, hogy Szabados szelleme az mennyire van itt jelen? Nekem erről egyébként azért nehéz beszélnem, mert én őt nem ismertem. Viszont a zenét ismerem, megjátsszuk a zenét, és az összefüggést látom a hely és a zenéje között. Tehát a környezet és abban, amiben ő komponált, és a zenéje között azért van egy korreláció. Tehát azt érzem, hogy ez egy meghitt, jó energiájú, jó fekvésű, szép hely, nyugodt, ami azért nem utolsó szempont egy alkotóművésznek. A napoknak a megélése, a percek eltöltése, az egymással való viszonyunk, kapcsolatunk, együttműködésünkben mindenhol ott volt a Gyurinak a szelleme vagy az öröksége. Tehát egy olyan szabad és felszabadult ilyen komplex gondolkodás és egy komplex együttlét történt meg, ami úgy érzem, hogy ott minden, tehát a legapróbb kis dolgokban tetten lehetett érni ezt a tisztaságot.
mindenképp akartunk egy tisztelgést Szabados György házánál, az emléktáblánál, és nagy örömünkre Jutka asszony teljesen fölkarolta ezt a gondolatot, olyannyira, hogy ő javasolta, hogy a kis udvarba tartsunk utána egy kis koncertet. Nagyon jó zenélések voltak. Az esti koncertek az hihetetlen, hogy annak ellenére, hogy csak egy hét volt, hogy szinte már az első napokon így megmutatkozott, hogy itt nagyon, nagyon egyfelé terelődnek a dolgok, mindenki fel tudja venni a fonalat, és hogy értik, hogy ez miről szól. Tehát, hogy ez egy közösség, tehát itt nincsenek kiemelt, favorizált szólisták, meg virtuózok. Egyek vagyunk, mint ahogy mondtam, egyszerű gyakorlatokat csinálok, egyek vagyunk, tehát ezt próbáljuk megélni. Ezeket is gyakoroltuk, hogy megtaláljuk a helyünket a zenei környezetbe, az a hangszer, vagy az a hang, amit én ki tudok adni, hogy az tényleg odailleszkedjen. Illetve gyakoroltunk ilyeneket, hogy akkor játsz valami hangot, amikor már nem bírod ki, hogy ne játsz, és hogy ez feltétlenül muszáj. Tehát ez vicces dolgok is történtek, mert így belejátszottak az emberek. Teljesen más közeg volt ez az egy hét, egy új világ, és itt éreztem, hogy itt megtaláltam valamit, amit kerestem. Én most úgy gondolom, hogy én most szemlélő vagyok. Én nem pültétlenül akarok beleszólni, vagy fontos lenni, vagy hang lenni, vagy bármi, csak úgy szemlélődve akarok, hogy már része lenni egy olyan dolognak, amit úgy hívnék, hogy az esemény. Ennek a tábor lényege indulásból nem az, hogy akkor most ki, miért, hogyan, nem arról szól, hogy én, te, ő, hanem arról szól, hogy együttlét, szabadon együttlét. Ez egy platform, ahol, amit megteremtettünk annak, hogy a tapasztalatot megszerezzék, hogy ez milyen. Tehát ez egy életre szóló út, életünk végéig tanulni fogjuk és gyakorolni. Ezen a hat napon, vagy ezen az egész együttléten valahogy Isten áldása rajta van. Szóval, hogy a dolgok természetesen működnek, hogy mindenki odaállt, és valahogy összeértettek a szándékok, akaratok, és teljesen megcsináltuk, mint egy vasárnap délutáni etüdőgép zongorára. Thank you.
Thank you.